De a legszembetűnőbb egyéni jellemvonásaként mégiscsak azért róla a köztudatban, hogy ő a világ legpiszkosabb embere. Ez olyan közvetlen, bizonyításra nem is szoruló benyomás volt, mint a filozófia rendszerének bármelyik úgynevezett ősténye. Napbarnított arca, mint nagy misztériumot őrizt az utolsó mosdás időpontját. Csak annyi látszott futólag is kétségtelennek, hogy ez az időpont találgatás tárgyát sem képezheti, mint közelmúlt dátum. Egyáltalán kétségesnek látszott, hogy ez az ember valaha tisztálkodott-e. Hol és milyen hajó, mikor és milyen minősítés alapján lett kapitány, ezt még a fegyintézetek és bűnügyi nyilvántartók sem tisztázták annyi más körülménnyel együtt, amelyek piszkos Fred személyével összefüggésben időnként felmerültek. Egész a mai napig. Mert ma este, hölgyeim és uraim, önök, itt és most megtudhatják, hogy ki is volt valójában piszkos Fred, a kapitány. Ophelia!
Ugye tudod, szép fiú, mit jelent az, ha Ophelia beleül az övedbe? Na mi van? Elvitt a cica nyelvedet! Ajjajjajjaj, azt nem szeretem. Na, nézzük csak meg közelebbről. Te kis hazug, hát megvan az a kis nyelvecske. Ja, és milyen fajkos. Na gyere, szép fiú, Ophelia ma veled fog szórakozni. Szép fiú, még ott a fülikszán, szép fiú. Jegyezd meg idegen, hogy Ophelia-nak minden fiatal fiú, szép fiú. Hát akkor én is az vagyok, nézd csak meg, elég fiatal vagyok még. Na, el az utamból, bárra már választottam. Engem egy nő nem löthet el. Mit képzel ki magad? Én ki vagyok, az vagyok, akit ma nagyon, de nagyon boldoggá fog. Szép kicsit! Kár, hogy egyetlen ő sem éri meg a fáradtságot! Mi? Maga kicsoda! Én Piszkos Fred vagyok, a kapitány. Ki bentubalban a csavivítős varázslójába. És olyan ciklomban csak egyszer utazott, hogy közben kialudt a pipája. Nem kértem tolmásod! Én meg nem kértem, hogy belevagyok, ha nem életed. Még akkor sem, hogyha Bertugonál a csarungítőz varázslójával is. Hey! Mi a? Hey! Álljunk el! Mind ilyen drasztikusan kell közbelépni. Különben nem hallgatnak meg. Jó reggelt! Maga, jó reggelt! Ki az Isten maga, és hol a pokolba vagyok? Ugyanott, eddig volt, vagy majdnem ugyanott. Hát épp eddig. Úgy is nevezhet fél. És hogy, mi is még hogy? Nem maga az Úristen? Az se rossz elnevezés. Ne szórakozzon velem, öregem, ki maga is mit akar? Keménykedni akar? Nekem úgy is jó. Piszkos Fred, született Wilbur Theodor Fregat kapitány. Ezennel tudod... Honnan tudja a nevemet? Minden tudok, fiam. Ezennel örömmel tudatom önnel, hogy az ön jelenlegi állapota halott. Tulajdonképpen ott fekszik, holtan. Én pedig az a valaki vagyok, aki alkalmat adhat önnek arra, hogy folytassa elégten tiszta életét. Mi van? Meghaltunk. Megkrepáltunk. Most, amikor életem először ne haragudjak, Péter úr, de muszáj, hogy visszajussak az Ophéliához, a Pepita Ophéliához nekem. Hallgass már el! Nem hallgatok, mert ma végre beleült az ölembe. Ez azt jelenti, hogy ma végre én mehetnék be a szentélyébe. Akkor a legjobb helyen vagy, fiam. Nézed, Péter bácsi, beszéltünk, mint férfi az Istennel, nézd. Én még soha senkivel, mármint hogy senkivel no, soha. Mit már igen, de hogy mással úgy még nem könyörgöm, hadd tudjam meg milyen az. És utána felőle megmordálható. Kuss! Nagyon szépen köszönöm neki, mert ez már elegem lenni. Nézed, Jimmy, hogy maga bejut-e oda, vagy nem, amit maga szentélynek neved, az nem rajtam múlik. Üzletet ajánlok Piszkos Frednek, és maga segít neki. Ha teljesítik a kívánságaimat, boldogan élhetnek, amíg meg nem halnak. Részemre rendben, már is indulhatunk. Nekem megfelelő ez a halott lét. Egészen istenien érzem magam benne. Csak a vacsorámat folytatnám, ha lehet. Nem lehet. Vagy vacsorázik, vagy halott. Kettő együtt nem megy. Illetve egy feltétellel. Mi az? Visszamegy a földre, és megmenti Almira hercegét. Pontosítsuk! Én visszamegyek a földre, megvacsorázom, és aztán esetleg meg... Mit mondod? Kit mentek? Jól hallott. Őt. Almira hercegét. A fiát. Kus! A fia... Almira hercegét veszély fenyegeti? Halálos veszély. Hercegéhez, aki holnaptól már nem is herceg, hanem... Kus! Ha megéri a holnap... Beszéljen világosan! 20 évvel ezelőtt, amikor magát elhagyta a felesége, és magával vitte egy éves kisfiúkat. Most már tényleg fogj be a lepcses pofádat, édesfiam, nekem is elegem. Szóval az nem véletlen volt. A felesége nem tehet róla. Elrabolták. Kirabolták? Őt is, a fiút is. Kirabolták? Mondjuk, hogy én. Mondjuk, akkor maga most meghal. Rajtam nem fognak a fegyverek. Puszta kézzel ölöm meg. Rajtam az sem fog. És miért rabolt el a családomat?
amikor a világ bajban van, és a rossz elhatalmasodik a Földön. Mi küldünk egy tiszta lelket, aki fényével beragyogja a sötét felhőket. Ez a lélek maga fia. Különleges képességekkel megáldott fiú, akinek nagy feladata van a Földön. Tulajdonképpen nem a maga családjába kellett volna születnie, hanem a királyi családba. De az ördög egy ravasz csellel befurakodott a tervbe, és a saját fiát, Belzebubot küldte Almira királynőjének a méhébe. Ezt nem tűrhettem. A gonosz teste töltött a Földön valamit, nekem is tennem kellett. Ezért küldték a tiszta lelket. Akinek azonban ugyanabban a pillanatban kellett megszületnie, amikor a sátán fia született. Így esett a választás a maga fiára. Aki ilyen forma nem is a maga fia, bár teste test az ön testéből. De a lelke lélek az én lelke. Mentse meg magam! Éppen azt teszem! De magával együtt. Nem volt könnyű elintézni, hogy egy pitang nagy vihar dagadjon. Nem volt könnyű elintézni, hogy a sátán ided meghulladjon. Nem volt könnyű elintézni, hogy a király szerelmes legyen. Nem volt könnyű elintézni, hogy ez pont az ön nejébe tegyen. Azt hiszi a sok hülye barom, hogy a torsú győről mit tesz. Malom, tehát van benne épp elég melom, hogy az életben nincs véletlen. De hát dobhatok fel a mennyekben, az ember egy életlen, életlen, kéretlen lény. Hát mondják meg, hol a remény. Nem volt könnyű elintézni, hogy a király az anyát akarja. Kapott, és most magának akarja megszerezni a koronát. Holnap, a koronázási ünnepség után a fiúval aláíratja az új örökösödési törvényt, amelynek értelmében a trón ezentúl anyai ágon is örökölhető. Aznap éjjel megöli a fiú, a maga fiát, az új király,
és másnap a saját fejére teszi a koronát. Na, abból nem eszik, az garantálom. Én úgy belevágom a késemet, hogy... Hol a késem? Azt hiszem, egy szállásmesterben van. A mindenségét, hát a legjobb késem. Milyen volt? Acél, keskeny, penge, kissé, hajló. Nyele? Kagyló. Hány darabból? Egy darabból. Megvan, egy szállásmesterben van. Akkor viszont mindenképpen vissza kell engednie. Ha Pepita Oféliához fűződő vadaltesti vágyam nem is hatotta meg, a késemért vissza kell engednie, mert enélkül semmi hasznomat nem fogják. Nos, Fred, hogy döntött? Igazából a késemértől tényleg semmit se ér. Na, akkor mehetünk. Mentse meg a fiút, Fred, a fiunkra. De nem mondja el neki az igazat. Amint találkozom vele, azonnal elmondok neki mindent. Mire? Csak összezavarnál vele. Remélem magával egy életre végeztem. Én mindenhol ott vagyok. Még találkozunk. Nincs még itt a gyilkolászás ideje. Jimmy! Azonnal szerez munkát magadnak a Honolulu sztáron. Holnap reggel legyél ott a hajó indulásánál. Honnan tudja, hogy a herceg a Honolulu sztáron lesz? Én minden, de nem azért tartom a fejemet, hogy a fülemet tartsa. Na, lódulj! Én befejezem a vacsorám. Majd én megoldom magam. Ha nem lódulsz innen azonnal, akkor sehol nem, kitaposom a beledet. Ha még egyszer kérted azt a szót, hogy fiam, akkor soha többet nem találkozol az Oféliának. Na gyere szép fiú, mert elvesztem a türelmem. Ennyi pasi, amit nem adtam. Pici kis Oféliát, nagyon-nagyon pici kis türelmedet kérném szépen. Türelem? Ezt a szót Ofélia nem ismeri. Oféliával nem lehet ám kockázni. Vagy most, vagy soha. Hé! Vigyázó! Nekem szúr sem van. Megvan a kép! De várja egy kicsit. Kocsmáros azt mondta, hogy a kés meg különben elvérzek. A kocsmáros ért hozzá, hát öltek itt már orvost is. De légy itt terem. De tudja, mit nekem is van szívem? Kiveszem a kést, beteszek helyett egy másikat. Az is megteszi, amit megér az orvos, ugye? Jó, rendben, de akkor ne legyen kisebb a kés. Hogy jól elzárja a sebet? Mert az egészség mindené fontosabb. Barominek konyha késnyom a helyére. Jó, rendben. Rendben, akkor rendben. A mindenségét. Kicsort volt a hegyen. Mi? Ne, gyorsan szúrjon bele már egy másikat, elvézek. Ne, csináljon már, akkor is kés kell bele. Hát a kocsmáros mondta. Naponta ölnek. Szúrjon bele. Honoló szár? Na tudja mit, én vagyok a Honoló sztár szállásmestere, hogyha munkát akar, akkor nyomjon belém egy kis, de azonnal! Tudom, hogy a lévő. És komolyan mondja? Igen. Maga kiütötte a pincéremet meg a fűtőmet. Kérek az egyikre rázsak. Istenem! Hát ez volt a fűtő! Ez meg a pincében, holnap reggel indul a hajó, és sehol egy pincében, és hol egy fűtő. Hogy állatja, hogy ilyen gyengel egészséget tudod? Hogy hívják? Ért a hajókhoz. Őrkapitánynak kétszer volt a expedíció, zuhansz koromban. Milyen írása? Folyó, csak a nagybetűket nem minden ismer, amit szállásmesterből tartok. Maga hülye? Az igaz, de szállásmesterből itt tartok. Na. Miféle okmányai vannak? Tehát semmilyen írása sőt? Rendben! Akar dolgozni? Elvesztettem a meggyőződésem. Mitől? Nem, 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 nem,
Sherry, te dolgozol? Nem, de hiányzik. Már vagy, de fülye, neked fűtőre vagy pincére van szükségem. Akar dolgozni, vagy nem? Nem akarok, de muszáj. Rendben, a nappal alkalmazom itt. Hozékombió spanyol pincér, este meg én Jason Hutchins amerikai fűtő. Tudj spanyolul? Néhány előétel, azzal úgy, hogy megértettem magam. Hol tanult meg előétel, erre beszélni? Erről beszélünk, hanem mikor fogunk én aludni, ha éjjel nap a dolgozom. Hát amikor megérkezünk. De mikor? Hát sokat mondok, hogyha 5, 6, 7, 8, 7. De addig két ember fizetését kapja. Jó, megegyeztünk, beállom mind a hárman. Jason Hutchins, Jose Pompeo, volt egy dán figura, nyalka kis herceg, egy árva. Az apja megmurdált, de rémként bejárt a várba. Ő bosszút esküszik, hogy megveli a vén fater gyilkosát. És ott időnk között, míg a fél udvar térdé-térde állt. Már végül megtrepált, végül is bosszút állt, hát lássátok, követem Istenek, csak a bosszú éltet. A földön már semmi sem okoz örömöt. A kalkan véve várnak hozták a törököt. A hagyott bírvalira lesznek, lelőnek és megesznek. Hát inkább jó napot a bosszúval én! Kell a vér, mint az étel kell a vér. Néha-néha éjszakákon felsejlik régi életem, ifjú énem el se hinni, jaj, mi lett velem. Csak a bosszú éltet, kell a vér, mint az életem, mert a földön már semmi sem úsz bölött. Meddig ücsörgjék ki? Ott jön a herceg!
Egyedül van? Nem. Egyedül van. Nem. Hogy néz ki? A herceg nagyon szép fiam. Nem a herceg, te vajon, a másik! Akkor ez Egmont lesz, gyere is utána! Okay. Hogy csak valamit a párnában felejtettem. Nézzük is az aláda és az aláda. Mozog? Hát egy ilyen mozgós, fogogós láda. Tudja. De nagyon vicces. Aha, igen. Jöjjön felség, ne keveredjen a néppel. Ha fújja a lényeg szelvő! Zárják a hüket szelvő! Lehetszik az a bázat, hogy te állj! Pontikon nem várnál! Hát tarts le legyen a tárgyán! És a szelvő tiéd mind a hány! Én az ember, ha közel a rendet, benne a népek szépek és jók! Emel a mancsot, levej egy húsot, amikor a szabad a csók! Nagyon jól szórakozom önnel. Hogy is hívják? Most mit tetszett kérdezni? Nagyon jól szórakozom önnel. Hogy is hívják? José Pompilus. José Pincér. De sajnos mennem kell, mert a kísérő még észreveszi a távolmaradásra. Ugyan már mit fél annyira attól a pasastól? Figyelj! Ha akarja, holnap az ebédnél. Leöntöm egy adag manírozott hallalala turdeno. Ne, kérem, ne.
Előlem lehet omlettel a Sevilla is, az legalább meleg. Kérem, ne tegye! Mint szalad a frittál, ez korreál. Tele van paradicsommal, úgyhogy kérdezni, mintha behúztak volna neki. És ez milyen? Kérd szépen, felvágja a fokhagymát, a paradicsomot. Én arra gondoltam, hanem amikor úgy behúztak egyet. Hogy az milyen? Nem tudja milyen, amikor valakinek úgy igazán oda sóznak? Nem, nekem még soha sem sóztak úgy oda. Ne hülyeskedje, láthatta eleget az utcáját. Én még soha életemben nem sétáltam egyedül nyílt utcán. És nagyon kérem, kedves Goromba úr, hogy ne sózz el, és ne is paradicsomozza be a kísérőmet. Bár ön derék dolgozónk, és a kegyeinket élvezi, de ez súlyos büntetést vonja maga után. Tudja maga, hogy én már hány súlyos büntetést vontam magam után? Nagyon jól szorakozom önnel, ezért megjutalmazom. Akar pénzt? Viccel? Nem ismerem jól a pénzértékét, hogyha 500 dollárt adok, az sok. Sok. Nem sok, talán túl kevés is megbántottam. Ja, nem, hogy majd csak kiheverem. Megvan, egyszer parancsolgatós kísérő megjutalmazta valamelyik hűséges hívét, és 2000 dollárt adott neki. Ez talán nem olyan csekéség, hogy szégyenkeznek el miatta, úgyhogy fogja, és most sajnos mennem kell. Nagyon-nagyon jó ember, még ha inkognitó is, és nagyon-nagyon gazdag. Igen, nagyon gazdag vagyok. Akkor meg miért ilyen szomorú?
Pardon. Pardon? Takarodjék az utamból, maga bűzni! Azt mondom, én csak kívülről, te pedig belülről! Meg kell keresnem, nem magának ilyen semmi köze! Nekem nagyon is sok közem van ehhez, Mr. Jonathan Gould! Honnan tudja a nevemet? Talán azt is tudja, hogy a helyet... Hogy itt keresek? Én mindent tudok, te szemét! Azonnal ereszted el, mert különben hívom a kapitány maga mocskos disztó! A te kapitányod itt áll előtt! Kicsoda? Maga? Én alkalmaztalak 21 évvel ezelőtt a fiam mellé nevelő. Mi, Mr. Wilbur Theodore Regott kapitány? Maga az! Ugyan, valóban maga, de hát hogy néz ki? Ugyan mindent megmagyarázott. Igen? Én kész vagyok segíteni önnek leleplezni a volt sógorának, Sir Egmondnak a megterkedéseit. Uram, önt az Isten küld! Tényleg? Uram, kész vagyok segíteni önnek, ugyanis Sir Egmond aljasságot tervez a fia előtt. Aljasságot? A legnagyobb aljasságot, ami csak létezik. Sir Egmond meg akarja ületni a fiát, a herceget. Mintha ezt már hallottam volna valahol. Más is tud róla? Szerinted? Igen, illetve... Én nem tudom. Uram! Mindenben hajlandó vagyok segíteni, mindenben a rendelkezésére állok. Úgy értem, kész vagyok szolgálni. Mentsük meg a fiát! Jó ötlet! Uram, ha szabadnak érne, egy kis pénzt ajánlanék föl önnek, mert hát ugye rendbe kellene szednie a toalettét. Mi a baj a toalettemmel? Tisztelt Sir Egmond! Megállapodásunk értelmében, melyet 20 évvel ezelőtt unokaöccsének elrablásakor kötöttünk, szóval te is benne voltál a szerint. Nem úgy volt, nem úgy volt! Ön 10 millió dollár fizet nekem, ha segítségére leszek abban, hogy unokaöccse tökéletes nevelést kapjon, és időre készen álljon arra, hogy Almira királyává koronázzák. A tökéletes nevelés a mai napon véget ér! Te kérem, Mr. Wilbur, te adott meg, hogy kapitány! Beszéljük meg urakhoz élő! Urakban! Hát kész vagyok felajánlani az összeg felét! Többet? Ennek semmi hasznát nem veszed ott, ahova mész! De kérem, meg a kapitányok, gondoljál erre! Jó, majd meggondolom. Ember a vízben! Kitört meg? A terv némileg módosult. Egyel több a hulla, de nem számít. Ez tényleg nem számít, én viszont már napok óta nem aludtam. Na, ide figyelj! Sürgősen találkoznom kell a herceggel, de ebben nem zavarhat meg senki. Szereztem egy kis ópiumot. Önts bele a vendégek italába, és gondoskodj róla, hogy reggelre mindenki elolvítja. Én is? Te mehet, te barom! Jó, de akkor Ophelia se. Nem hallottam, hogy mondta volna ezt a nevet, hogy Ophelia. Te hallottad, hogy mondtam, hogy Ophelia? Te kapitány, tudja, hogy az Ophelia még tartozik nekem egy ilyen? Majd megoldja másik. Jó, de én már nem bírok várni ezzel a... lábodon is alig állsz, mit gondolsz? Ott majd helyt állsz. Ott állok helyt, ahol akarok. Kiejted ezt a szót, akkor gondom leszel, hogy ne állj többet helyt az Ophéliánnak. És mennyi időre altassam el a hajó 200 utasát? Majd én szólok, ha felébresztheted őket. Jó reggelt, Mr. Csak nem megszomjazgat, mit kér, csak mondja. Vodkát vagy konyakot, merendel, én töltöm, baráti alapon, vagy nyomassak olyat, mint nincs az étlapon. Kell citrom, kell víz, kell cukor, na meg rum, de legfőbb kék ópium. Várdom, kisasszony, csak nem megszomjazott, töltöm önnek. Mixot, hogy ki él, az akél, ez ám az élet. Suttogva baj, majd nincs élet nélkülem. Van, kell ég, kell szóda, vagy ég, kell cukor, ma megrúg, de legfőképp, ópi. Jó reggelt, Mr.
csak nem megszomjazott. Töltök én önnek, én akkor is fogok önrendet, én töltöm. Ez a vagyonázat, töltöm le most. Szétrugom a rozádat, kedzikra. Oda, nagy ég, kedzukorna megrúg. De legfőként, ópium. Töltsön benned vest, helyen a te anyád! Tudtam, hogy megéri évekig várni rá. Kell citrom, lelég, kell szóda, anyi, kell cukor, na meg rum, de legfőképp segítsen, Mr. Gould eltűnt! Ahhoz semmi közöm. Mi történt itt? Nem látta a kapitányt? Kapitány! 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 Kapitány, segítsen nekem, Mr. Gould! De hisz maga nem is a kapitány. Nem, én nem a kapitány vagyok. Ki maga, kalóz? Figyelmeztetem, hogy én nem az vagyok, akinek látszom. Jöjjön, felség, menjünk a kabinjába, viszalmasan kell beszélnem önnel. Felség ölte meg őt. Én. Maga. Ember. Ezért az életével fog fizetni. Nem. Hol van? Az óceánban. Belefogt. Isten. Én öltem meg. Nem, felség ölte meg őt, ezt mondtam. Akkor most mi lesz? Nézze. Kérem, hozass el anyámat Almirából. Elhozatom, az édesanyját bízza csak rám. Ezt a levelet Mr. Gouldnál találtam. Olvassa, felső. Tisztelt Sir Egmont. Megállapodásunk értelmében, melyet 20 évvel ezelőtt elrablás. Kinek az elrablás? Ide valamit itt a pacaj esett, innen olvassa a felség, ez itt érdekes. Tökéletes nevelés. Nem, ez sem érdekes, innen olvassa a felség. 10 millió dollár. Mi? Mi van? Miért kap 10 millió dollár? Na, ez már érdekes. Kormányzás után segít rávenni a fiatal királyt, hogy az örökösödési törvényt aláhúzza. Milyen örökösödési törvény? Az, hogy a trón anyai ágon is örökölhető legyen. És miért van erre szüksége Egmond nagybátyám? Azért, mert miután megölte őt, ő léphet a trónra. Megöl engem a nagybány? Meg. Én ezt nem hiszem. Pedig ide van írva. Meg akar ölni a saját nagybátyja. Mr. Wolf. Mr. Wolf meghal. Én ezt nem értem. Te kiben bízhatok, uram? Kiben? Bennem megbízhatsz ki. Bennem megbízhat, fenség. Rendben. Megbízom önben.
Kérem, hozass el, önnek adom minden vagyonomat. Csak segítsen megszök. Kérem, hozass el Almirából édesanyámat és Egmontot. Édesanyám, bízza csak rám, és Egmontot is. Nem akarok király lenni. Nem, fejség, király lesz, ez a kötelessége. De van egy ötletem. Ön holnap reggel leszáll a Honolulu sztáron, és eltűnik a bal fenéket. Miközben Almirában megkezdi a koronázás előkészületeit. Hogy lehetséges? Úgy, hogy amíg önt egy bizonyos Pepita Ofélia lakásán elrejtem, addig a segédem, akit ön Hozé pincérként ismer, megjelenik, mint San Antonio főherceg Almirában. Ez remek ötlet. Még tetszik is. Végre azt teltem, amit akarok. Rendben. Elfogadom az ötletet. De hiszen még nem is ismerem őt. Ó, épp kopognak, szabad! Bocsánat, csak azt akartam tudni, hogy meddig te... Alvás, mert én a magam részéről már teljesen kivihettem. Pedig szükségem lesz az erődre. Az Ofélia még mindig alszik. Nagyon nagy szívességet tehetsz Almira jövendőbeli hercegének, amiért dúsás jutalomba fogsz részesülni. Mit kell tenni? Helyet cserélsz a herceggel. Ő megy a kocsmába, én meg a palotára? Nem, a herceg nem a kocsmába megy, hanem Pepita Ofélia lakásán fog elrejtőzni. Aztán én miért mondta Pepita Ofélia lakásán? Nézze, uram, részemről semmilyen inzultus nem fog érni a hölgyet. Na jó, őt a maga részéről, de magát az ő részéről? Köszönöm, uram, amit értem tesz. Minden jó, viszontlátásra. Viszontlátásra? Ne. Ne felejtsenek el ruhát cserélni! Nos, milyen a kikötő, meséljen. Tele van hagyta. A verekedésekkel. És miért tipik ott egymást az ember? Azért, hogy fáj. A kikötője a világban is megoszlik a társadalmi élet? Hogyne. Különböző alacsony, meg magasrangú egyének, amik az úgynevezett civilizált társadalmak. Ezt a szót egyébként egy ügyvéd kollégám mesélte. Maga ügyvéd volt? Nem, az ügyvéd volt vizsgálati fogoly. És mondja, a különböző osztályoknak van saját klubjuk? Hogy ne lenne? Maga melyik társadalmi létnek tartja? Én a felső 1000-hez tartozom. 1000? Igen. És hányan vannak tagtársak az 1000 évhez? 5-en. 5-en. 5 emberre nem üthet semmiképp 1000 évből. Itt ugye a legidősebb fiúgyermekre száll az atya kitöltött összbüntetése. Éppen ezért klubunk a Hűséges Almák néven is közismert. És miért nevezik őket Hűséges Almáknak? Nem esztek messze a fájuktól. És ez a legelőkelőbb klub? Nem. A közrettegésnek örvendő serény múmiák. És ők milyenek? Roppant serények. Hagyomukban a rendőrség. Értem. És... De most mondja, maga kettő tagja van. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy maga van egy tagja. Igen? A másik pedig... Az ki? Piszkos Fred. És kicsoda ő a Piszkos Fred? Ne ügyes legyen, a kapitány. Kapitány? A kapitány! Aki az előbb kiment? Az előbb kiment. Érdekes. És ő milyen ember? Mesél. Rémes. Neki van a világon a legtöbb esze. Fukar, kegyetlen goromba, és semmitől sem riad vissza, ha pénzről van szó. Érdekes. Én felajánlottam neki az egész vagyonomat, és... Mégsem szöktetett meg. Hát ez valóban érdekes, mert mindenkit becsap. Senkivel sem barátkozik. Kizárólag egyedül járja a világot. Tehát akkor nekem miért segít? Vagy engem is becsap? De tudja még, Jimmy? Most mi csapjuk be őt? Hogyan? Úgy, hogy én elfogadom annak a kockás Ofeliának... Pepita! Az most mindegy, szóval elfogadom ennek a Pepita Ofeliának a lakását, és amint egyedül maradok, ott hagyom a hölgyet. Na! És elmegyülök az alvilágba. Na, innen jó. Nézze, Jimmy, most van itt életem egyetlen talán utolsó lehetősége, hogy végre azt tehessem, amihez kedvem van. Szeretném látni a kikötőt. És az alvilágot. Veszélyes ám, felség. Nem, ha maga segít. Mégis hogyan? Hát úgy, hogy ajánló leveleket ad. Na, hol adjak ajánló leveleket? A jobb körömnek. A jobbkörök édesuram még olvasni se igen tudnak. Nem szó szerint, csak úgy képletesen értettem. Képletesen, hogy ez milyen szép szó. Mesélj el nekem, hogy hová érdemes mennem, hogy kiket érdemes megismerni. Na jó. Felséged először is vegye fel ezt az akót. Igen?
aztán dugja zsebre a kezét, és füttészel, miközben sétál. Így, így. Nem rigó, ember. Na. Így, így, verogy ezt, figyelj. Így, nagyon jó. Na, ez már egész kopek. Keresse fel, barátom, a kegyelmest. Kegyelmes urak is vannak a klubban? Kegyelmesek azok, akik kivégzés előtt kegyelmet kaptak előfordulni a király születésnapon, karácsonykor. Igen. Na, én ezzel a kegyelmesen egyébként együtt időztem a batáviai fegyesztőben, ezért mesélem az egészet Batáviában. A fogház folyosóhoz, jól jegyezem, jobbra van egy lépcső, balra a foglárirodája. Jobbra van egy lépcső, balra végig, a foglárirodája. Végig zöld olaj, sárga szegélyen. Zöld olaj, sárga szegélyen. Így van. Na, a tüskés van-e? Mondja meg, hogy induljon sürgősen hosszú útra, mert Ádámban kiszabadult a hobó Fischer. Nem is fontos felség, csak jegyezze meg. Most jön a leglényegesebb, nyúljon be a bal belső zsebébe. Mondom bal. Vegye ki. Úgy, és tegye vissza úgy, hogy a szíj fölül legyen. És ez micsoda? Hát kérem szépen, ha megmozgatja a vállát, akkor a hónaljával megérzi, hogy helyén az olmos. Ez egy nyugodt, száraz, biztonságos érzés nyújt az ember közvetlenebbül tárgyal a felekkel. Értem. És azután? Hát azután már komolyabb érvekre kerülne sor. Ja. Akkor úgy tesz, anyagul, mintha vakarózna, mellek közepén kezdő. De vakarózni nem érdemes. Városban még nem zárja általános műveltsége. Na szóval. Lassan a vár a fett irányú ez a vakaródzás, és ha a kapirgászóujjak megérzik a szíjat, akkor suhi! Az mi? Az egy 12 méter túlgyógyuló 8 cm-es húzott sebb véraláltás, és elszíneződéssel helyenként a fogonyacsokkal kisebbet. Köszönöm, barátom, a sok értékes információt. Önnek mindössze csak egy dolgot kell megegyeznie, amíg engem helyettesít. Amikor leszáll a hajóról, mint San Antonio hercege, felejtsen el mindent, amit csak tud. Ez nem lesz nehéz. Ja, igenis, itt van egy mondatbátyám. Róla tudni kell, hogy ősz, magas úr, a homlokán egy kardvívásból kifolyólag szerzett hely. Erről majd felismeri. A homlok a forradás képez. Ha bármit kér öntől, csak mondja azt, hogy most nem alkalmas, most nem ér rá, csak sétálgasson, olvasgasson. Na, ezt az utóbbit, ezt mellőzném. Köszönöm, barátom. Úgy látom, hogy ön jobban be fog válni az udvarban, mint én a csapszintben. Hát bizony, felség, ott nem is olyan könnyű helytár. Yeah.
Sir Egmont! Almira örökös miniszterelnöke! A királynő! Felség, kedves húgom, volnál szíves a trónra fáradni? Igen, bátyám. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azon szomorú okból gyűltünk most itt össze, hogy egyrészt elnézést kérünk azoktól a nézőktől, akik az első felvonásban nem hallottak minket rendesen technikai baki miatt. Másrészt pedig, hogy végső búcsút vegyünk San Antonio de Vincenzo X Galapagos uralkodótól, akit életének 68. esztendejében ragadott el közülünk a könyörtelen, a kikerülhetetlen, a megkerülhetetlen halál. Meghalt a király. Jó hír viszont, hogy az ifjú trónörökös hosszú külföldi neveltetése után először lép ősei földjére, hogy átvegye a trónt, a koronát és az országot. Éljen a király! Szátoljó, de nincs ez, hogy szó Galapagos főherceg! Teodor, Fregatt kapitány! Ja, én. Teodor! Igen, felség. Wilbur Teodor, Fregatt kapitány jelentkezem. Jelentem, épségben hazaszállítottam az ifjú herceget, aki születése óta először lép hazája földjére. Először, az tény. Hosszú utat tettünk meg. Az ifjú herceg nagyon fáradt, miután a sajnálatos incidens, mely nevelő tanárát Mr. Guldot érte, nagyon megviselte. És ön jelen volt ennél a sajnálatos incidensnél? Személyesen. Értem. Fiam! Örülök, hogy újra látom! Én is nagyon örülök, hogy láthatom királyi anyámat. Bátyám! Ó, bátyám! Mua! Én is örülök, hogy látlak, fiam. Hát akkor végeztünk is. Köszönjük szépen a viszontlátásra. Ó, már távozik is, kapitány, minden jót. Jó, tehát viszontlátásra. A viszontlátásra, maradjon a kinyár. Maradjon, hogyha akar, hát végül is van itt elég szoba. Így van, ön is bizonyára nagyon fáradt lehet. Kérem, készítsék elő a vendégszobát Wilbur Preador, Fregatt kapitány számára. És most mindenki elmehet. Én talán maradnék. Úgy van, felség. Mindenki menjen el, maga is, menjen el. Ezt még megköszönjük, még találkozom. Nem hallottad, mindenki? És maga? Én nem vagyok mindenki. Te vagyok. Helen. Nem ugyanaz a szem, nem ugyanaz a tény, a szemem már.
felé. Miért? Nem ezért jöttél? Nem, én csak azért jöttem, hogy a fiamnak segítsek. Tehát azt mondtad, hogy a trónörökös épségben hazaszállítottad, nem igaz? Felém, Vincenzo biztonságban van, egyenlőre. De veszélyt fenyegeti. A bátyád meg akarja ölelni. Tudom, kihallgatta, megmondtad. Éppen azért övültem annyira, hogy ezt az álherceget hoztad ide. Teodor, vigyél el innen bennünket, akkor Vincenzo végleg biztonságban lesz. Engem nem érdekel, legyen elmondta a király! Csak mi végre újra egy család lehessünk. Helén, Vincenzo lesz a király. Egmontot majd én elintézem. Vincenzo nem akar király lenni, higgy el. Helén, Vincenzo király lesz. Jó. Ahogy. Mit akarsz itt? Mit óhajt, fenségünk? Bocsánat, fenségem meg óhajtotta nézni, hogy maguk itt mit csinálnak. Óhajtanak te át, fenség? Igen, óhajtunk. Rummal. Borzalmas. Nem borzalmas, hogy ez az ember mennyire ősz? Nem veszik bejönni, ez a királynő rezidenciája. Nem. Hogy Teodor, úgyis szeretném megismerni a fiatalember. Felesleges, a fiatalember azonnal távozik, mihelyt elhárul a veszély. De más veszély is van. A titkos szolgálat jelentette, hogy egy ismert bűnöző csapatokat szervez, hogy elfoglalja Almirát, és megölje a trónörököst. Mi volna ez a bűnöző személy királyi anyám? Valami kegyelmes! Mi? Teodor, ne! Teodor, kérlek! Nincs többé, Teodor! Csak piszkos Fred van a kapitány! Beszélj, miben sántikálsz? Két számmal kisebb cipőben. Beszélj, vagy elterem magatok! Jól van, kegyen már, Rena! Hát szóval arról van szó, hogy... De nem az én bár, hogy hát szóval a herceg a kegyelmesnél van. De nem az én hibám, ő akarta. Meg akart ismerkedni a polgárokkal, meg az alvilággal, mielőtt király lesz. Én természetesen a legjobb körökbe adtam neki ajánlólevelet. Ajánlólevelet? Nem, szó szerint csak képletet. Hülye barom! Én most elmegyek, hogy sürgős dolgom van. Te itt maradsz és tartod a frontot. Különben kitekerem a nyakat. Hová mész? Azt jobb, ha nem tudod. Nyugodj meg, Helén! Épségben hazahozom a fiadat! A fiunkat! Na persze! A fiunkat! Szóval, hogy nem tetszik, de köztünk ez szóba sem jöhet. Ígéretet tettem. Kinek? Na jó, egy barátomnak. Szóval nem tetszem. Na róla szó, hogy nem tetszik. Az este se engedtél be a szobába. Hiába kopogtam. Na jó, őszintén megmondom, kisasszony, hogy keged nem az esetem. Nem az esetem. Hát ez jó. Könyörögni nem fogok. Majd meglátjuk, ki nevet a végén. Hé, fiúk! Nézzétek ott azt az ipsét! Valami fejes lehet, nálam rejtegetik szerintem a versi herceg. A versi herceg? Na, hát az nem így néz ki. Honnan tudod, ismered? Ja, tegnap együtt teáztunk. Hülyét, csak lakodátok meg egy kicsit, és bevallja, hogy kicsoda, mert az fix, hogy nem akárki, mert ő nem akárki bújtatja. Na miért kibújtatja? Kicsoda? Mondd már! Nagy, ki? 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 Hát a piszkos Fred! A piszkos Fred? Hát akkor az tényleg baromi nagy fogás! Gyerünk! Na szép fiú, megbánod te, mikor felcukkottad a férját! Nini! Egy idegen! Philip Jimmy öccse vagyok! Nem is tudtuk, hogy a Philip Jimmynek ilyen előkelő öccse van! Egyáltalán van a Philip Jimmynek öccse? Nem vagyok én előkelő. Nem előkelő, de nézzük csak! Édes üssetek! $5,000 van nála, ez neki nem előkelő. Adját vissza a tárcámat! Na csak, ne olyan hevesen! De elvett a tárcámat! Hát az ilyesmi előfordul arra felé.
De mondjuk ki kell mutatkozzunk be. Bár ez errefelé nem szokás. Mondhat álnevet is! Mint már mondtam, nem szükséges, hogy Fülig Jimmy öccse vagyok. Ja. A rozsdás. És nem akárhonnan szabadultam. Honnan? Honnan? Na, most jöttem Batáviából. Igen. Mit mondasz te? Batáviából szabadult. Igen. És? És üzenetet hoztam a kegyelmesnek és Tüskés Vanegnek. Üzenetet hoztál Tüskés Vanegnek? Igen, üzenetet. És mi az üzenet? Hát, azt csak nekiadhatom át. Te ismered a Tüskés Vaneget? Ha ismerem, hát vezessenek hozzá. Jó. Felesleges kisapám, mely vagyok a Tüskés Vanek. Azt üzeni egy cimborát, hogy hord el magad, de nagyon gyorsan, mert a Hobo Fischer kiszabadult. Látom, hogy ismered a múltamat, de miért mondtad azt, hogy ismersz? Hát azért, hogy az üzenetet átadhassam. Ez gyanús dolog, de honnan ismered a kenyelmest? Apám révén tagja vagyok a Hűséges Almák klubjának. Keblemre! Keblemre! Hát akkor te kiválóan tudsz bugyózni, ugye? Igen! Igen. Schluss! Nézd ezt a fiút! Nézd ezt a fiút! Hol van egy kiút? Lőttek neki! Nem kell beszarni, ezt meg akar halni! Hát ennyi az annyi! Lőttek neki! Nem kell parázni! Nincs mit idázni! Nincs mit beázni! Lőttek neki! Mindenhez fogsz, tennék egy más húsz, mindenken jöhetsz, de aztán, hogy jössz, ha úgy csináltad, hogy elemehet szakú, elvezik a szúr, ha viszont a húsz. Schluss! Görnyeket szítrét, hogy megúszom a hét, nincs, hogy ezt túlél, lőttek neki. Ennek ez betett, többet nem nevet, utolsó kenet, lőttek neked. Mindenhez plusz, te neked társul, mindenken te jöhetsz, de aztán konyetsz. Ha kuncsi a tempó, egy perces kampó, emberzi itt az út, az is a kampó. Plusz! Kérem, hagyják abba! Tudják, hogy én ki vagyok? Tudjuk, tudjuk. Hát te vagy a Fülig Jimmy rozsdás. Nem, én nem az vagyok. Ha nem? Én San Antonio főherceg vagyok, a Boldogság szigetek uralkodója. Te gyorsan feltűzdötted magad. Ne! És mi járatban van a felség? Átutatóban van a felség. Elrabolták az országomat. Hogy mit vannak? Jelentette már a rendőrségem? A találtárgyak osztályán meg lehet találni. Értsék meg, hogy én valóban San Antonio főherceg vagyok, és... Nézzék, ha engem elengednek, én busás jutalomba részesítem. Lehet, hogy igaza volt, és a Ophéliának is ő a versenyet. Üdvösebben befejezik a torzsalkodást. Ezt most miért kellett? Te most állatod, amit magához tér! A kegyelmes! Kegyelmes? Ez ki? A Velci herceg! Én meg a Hamlet! Az ki? A Dán király. Azt mondta, hogy ő Fülig Jimmy öcseg. Ha ez a Fülig Jimmy öccse, akkor én a Fülig Jimmy bátyja. Azt is mondta, hogy ő a San Antonio főherceg, de akkor a buzlomocsira befejerte, az olyan. Ha ez valóban San Antonio főherceg, akkor én ölöm meg ő saját kezüle. Locsoljátok föl! Élve akarom megölni, ahogy az apja tette vele. Tehát maga nem is van. Marom! Kegyelme! De minden más szempontból meghalt. Én voltam a Boldogság szigetek köztársasági elnöke, amíg San Antonio főherceg, az idősebb, le nem taszított volna. Elrabolt az országomat, és azt terjesztette, hogy én raboltam el tőle. Na és nem úgy. Barom!
Én legyőztem őt igazi, férfias küzdelemben és leigáztam az országot. De ő mindenféle politikai manőverekkel távozogatta. Ha ez a fiú valóban az ő fia, akkor ez a fiú az én személyes halottam lesz! Voltam rég valaki, padlóra küldött az élet. Elárult korcsapád, ezt égért és csalogy élek. Rég bosszút esküdtem, hogy ellapom a fószert a disznóját. És addig tövöm, kötözzétek meg és a pincébe vele. Szó se lehet róla! Itt találtam, én ölöm meg! Egyelőre senki sem ölöm. De ha ez az úr valóban San Antonio főherceg, akkor az én személyes foglyom. Én ölöm meg, saját közök régóta jár nekem. Nekem még hamarabb jár. Én találtam meg őt először. Azok szemét. Nagyon fontos információkat szeretnék begyűjteni tőle, de megvannak a magam módszerei. Nincs szükségem a segítségetekre. Azok az ember. Ez nem újdonság, itt mindenki az van. De már hogy hazug szemét? Ezt bóknak veszem. Na gyerünk! A hidegek tanácsának elnöke, Vöröskarom! Ó, kislányom! A legjobb kor érkeztél. Piszkos Fedden néni összetűzésbe keveredtünk emiatt az ifjú miatt. Ez ki? Ez San Antonio főherceg, az ön legnagyobb ellensége. Ez az ámor gyerek, ő lőtt itt rosszul, én szenvedek. Rettegve nézem most, ebből mi lesz? Hátamra búcsak, na úgy kellett ez. De ha már itt vagy, most már lesz. Inkább csak majd, az agyam le vagy. Oda lesz eszem, feladom hitem. Nesze a szívem, vigyed és legyen elég. Oh!
sejtem, elég. Egyetlen ügyben egyetértünk. Megszívtuk ezzel. Mit reméltünk? Egymással mégis jobb beérnünk. Vágjunk hát bele, hisz egyszer élünk. Kifolyó, borzalmasan ronda forrad-e? Hát ilyen picike kora óta ismerem tényleg, hiszen ön anyám bátyja, vagyis ön egy hozzám tartozó. Mit tetszik parancsolni? Felség, a koronatanács megkezdi szokásos heti ülését felséged elnökletével. Feleségemmel az elnökkel, így van. Napirendi témánk a trónöröklési rend fennmaradásáról szóló törvény módosítása. Előbb inkább rágyújtani. A felséges királyunk jelezte, hogy takarékossági szempontból, ahogy az angol király tanácsolta neki, ő maga a trónon saját kezüleg sodor cigarettát. Így van. Saját kezünkülleg járulunk előre. Eljöttem, hogy uralkodni nem is olyan nehéz, csak trónhoz jusson az ember ebbe a marha nagy tolongásba. Igen, az egész világ olyan, mint egy nagy tolongás. Hol elő van az ember, hol meg ugye hátul. Most türelmesen kivárjuk a takarékosság szimbólumát jelentő szivarozást. Na hát... Fene tudni dohányozni, hogy ennyien figyeli. Ünnepsége szertartással eltaposta a pazarlást. Igen, saját lábunkulak tapostam el a paráznaságot, csak ez a cipő ne szorítana ennyire. Akkor rátérhetnénk, felség, a törvény módosítás. Felőlem térjen, amelyre akar, aztán ma meglátjuk. A trónöröklési rend fennmaradásáról szóló törvénycikkeibe kellene beiktatni a módosítást. Mi szerint a felségedet baj érni? Engem nem szokott baj érni. De ha mégis. De ha mégse. Akkor is módosítjuk a törvénycikket, méghozzá a következőképpen. A jövőben a korona anyai ágon is örökölhető. Felségednek csak alá kell írni. Most inkább nem cikkelj ezek, majd holnap, vagy holnap után. Márpedig most kellene aláírni felségednek, mert most forog veszélyben az élete. Most ez hol forog fenn? Felbérelt merénylők mindenütt van. Van azokat, mert én jól fejbe verem.
Azonban a cipő szájás képez a lábam. Hivatásos merénylők. Jó van, én sem vagyok kutya, hogyha küzdeni kell. Szokásaink értelmében ön csak akkor foglalhatja el hivatalos helyét ősei trónján, amidőn hoz egy új törvényt. Oh, ám de hogy legyek király, ám de hozok törvényt. Méghozzá az államtanácskozások új módjára. Micsoda? Hát tudják, az angol király, amikor vendége voltam, sok jó tanácsot adott, mert az öreg igen jó kolléga. Tőle tanultam azt is, hogy legyek takarékos a cigarettával. Gondoskodjon a két dologról, mondta az angol király. Egy, takarékosság a pödrésben, és kettő, fesztelenség az államtanácsban. Na, egyébként ő mesélte azt is, hogy náluk valami lómajor egy ilyen gyapjuzsákon ül, hálásba iktatják. Elhatároztam hát, hogy feszesség ne legyen. Ezen túl az udvari tiket nélkül vitatjuk meg az államügyeket, és ezt fejlesszük ki avval, hogy mától fogva az államtanács tagjai cipő nélkül tanácskoznak. Le a cipővel, le a mindenségét! Na de Sir Frickson! Lehet, hogy hozok még egy törvény, mely szerint piálni is lehet ezt, míg meghányom magammal, mert uralkodni bölcsen kell. Remélem, eddigi cselekedeteim a népjavát szolgázzák. Na és most mindenki elmehet. Mindenki menjen el! Jó, megint én a király járkálok elől, harisnyában, a jó példával. Viszontlátásra ajánlom magamat. Még nem mehet el. Még az a van egy nagybátyám, aki nekem hozzám tartozom. Ittassuk be mindjárt az ivásról szóló törvényt is. Kocsmáros, ide a legjobbik borát, meg a pálinkát, és hívják ide a népemet. Az egész birodalom a vendégem, a cekjet Egmond nagybátyám állja a forrat homlokával, melyből a régi sebből eredő hekhely áll. Megkeserülött kocsán. A nép! Helyes közbeszólás! Helyes közbeszólás! Éljek, éljek! Éljek csak ide, magának hányos a lába? 45-ös felső. Szép szám, az enyémmel éppen egyez, azonnal vegye le a cipőjét. Itt áll és itt, vegye le a cipőjét! Igen, felső, bocsánat. Borzalmas, hogy maga mennyire ősz. Felső. Így van, picit gyorsabban, kapkodja magát. Nagyszerű, köszönöm szépen. Most elmehet. Jaj, szép nagy hófehér cipők. Mától fogva, Pertuban vagyok a lakossággal. Szervusz nép! Szervusz király! Ez a következő képet történt. Fenn a hajó fedélzetén akadt egy kis kaliba. Szerencsémre közbelépett egy marcon a darja. Kérdeztem, mi rabja lehet? Hisz megvédte életem. Kiderült, hogy népgyermeke mégis király én nekem. Bár lenne első Jimmy nő, javarja kemény, mint a kő. Trónszék néki mire való, egy ócskás jámlik, az is jó. Nem kéne néki a sok fanc, nem kell. Hát akkor tudott a ruha, szóval esne, mint a nő, hiszen Zsigyi mi lenne ő. Tessék, személyes kihallgatást kérek. Jó, van, csak majd beszéljen hangosan, aztán én majd mert innen kihallgatom, jó? Gyanús fickó ez inkognitó, bornő ilyet nem szül ám, járása is andalító, termete meg oroszlán. Nem szedte egy antik isten, nevelte őszenger ár, én csak szimpla hercegecske, ő lehetne nagy király. Bár lenne első csinő, jogalja kegény, mint a kő, tanszik néki, mire való, egy ócska sámli, az is jó. Nem kéne néki a sok franc, a csicsa és a glanc, legyek meg őre, ha puha, hát akkor töltött a ruha. Szokóval esnek mind a nő, hisz első Jimmy lenne ő. Királynak lenni! Én a marmira! A ruhasz már akkor nézett, a ruhasz szokott ma esnek, mint a nő!
próbáljon meg ide kúszni. Majd ne, hogy megöljön. Meg van kötve mind a két kezem. Akkor meg minek kúszok oda? Hogy feloldozzon! Na, azt várhatja. Kár, pedig az édesanyja már nagyon várja. Találkozott az anyámmal? Ja, beszéltem is vele. Nem hiszek magának. Bíztam magában, de... de elárult. És különben sem akarok megszökni. Most, amikor megismertem őt, de magának ez semmi köze. Sajnálom, felség, de meg kell mondanom, hogy nagyon rossz útra tér, hogyha beleszeret ebbe a nőbe. Az a maga legnagyobb ellensége. A kegyelmes már 20 éve fenni magára a fogát, azóta, amióta a maga apja elrabolta a... Mit rabolt el ez apám? Elrabolta a kegyelmestől, aki még Alvarez köztársasági elnök volt, a Boldogság szigetét. Az én apám nem rabolt el senkitől semmit. Aki rabolt, az Alvarez alias kegyelmes. Az én apám csupán a jogos tulajdonát szerezte vissza. Igaza van, fenség. Nem a Boldogság szigetét rabolta el. Mondja fel, hogy halunk meg. Úgy, hogy ott aggály fölér odáig, de ezt már nem éljük meg, nekünk addigra már vége lesz. Én nem értem, hogy miért nem ölik meg rögtön az embert? Azért, mert amikor még derékig él a víz, akkor nagyon sok ember elmondja, hogy hova rejtette el az elrablott kincset. Ha azonnal lepuffantanák őket, akkor nagyon sok érték menne veszendőbe. Kegyetlen, de bölcs szokás. Tudja mit? Akkor mégiscsak eloldozom. Fölösleges, már megoldottam magam. Vigyázzon, jönnek! Nos, gondolkodott azon, hogy kicsoda? Mélyen elgondolkodtam, uram. Na és mire jutott? Arra, hogy engem Fülig Jimmy küldett. Ő San Antonio főherceg, már mondtam. Továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy maga Fülig Jimmy nem létező öccse. Magának pedig egy szavát sem vissza. Éppen ezért úgy döntöttünk a lányom javaslatára, hogy meghagyjuk a fiúját. Úgy döntöttem, hogy adunk magának egy esélyt, hogy bizonyítsa a lojalitását. Látom, az ifjú hölgy Fülig szerelmes ebbe az ifjúba, aki pedig már nőlegény. Micsoda? Ez nem igaz, egy szabát sem higgy el. Egész éjjel azon aggódott, hogy mi, ha meghal, akkor pártában marad a mennyasszonya. Ha kiderül, hogy ez mégis igaz, én ölöm meg. Boldogan halok meg a kacsója alatt. Csúfolódom erőszer? Maga rohadt söpredék. Nem csúfolódom. Dehogy nem! Nem szereti magát! Baba! Tényleg van mennyasszony? Vallja be! Vallja be, külön be! Mindannyian elutazunk Almirába, ugyanis ezt döntöttük. Összeszedtünk mindenkit a fiszkói klubon, rablókat, tolvajokat és egyéb más szakemberek. A Rajvi Cirkálóval megyünk és maga lesz a kapitány. Jó, a feltételeim a következők. Annyit iszom, amennyit akarok, és annyit lopok, amennyit nem vesznek észre. Jó van. Kezed rá. Ez nem volt kikötve. Maga pedig. Igen. Visszanyerheti a szabadságát. Vagy elnyerheti a kezemet. Inkább a kezem. Egy feltétel. Mi lenne az? A feleségem. Ha megöli San Antonio főherceget. Micsodát? San Antonio főherceget, ha ezt teljesíti. Tőlem mindent megkap, amit csak akar. Ne, akkor maga megöli San Antonio főherceget, aztán elveszi ezt az ifjú hölgyet, szépes külő elé nézünk. Forgold fel! Kert, mint fent, ma uralkodásom első esztendejében azért írtam, hogy kert, mint fent, mert azt mindig oda kell írni, mert ezeknek valamiért fontos a kelet. Én, mint néhai tengerész, nem csak a keletet, hanem a szélrózsa más irányait is fontosnak tartom. Na mindegy, édes Ophéliám, nagyon-nagyon hiányzom. Nem nekem való ez az uralkodói ipar. Már most vagy két napja rosszul alszom ebbe az ágyba, Tulomba egy vizes bálán jobban hálnék, hát még a te feneked, ez lehet, hogy nem jó.
Ezért úgy döntöttem, itt hagyom ezt a posztot, néhány kisebb fém emléktárgyat, arany, ilyesmit azért viszek magammal, mert ingyen mégse uralkodik az ember. Sietek hozzád, nálad, veled, beléd, nem kívánt rész, törlendő. Szerintem ez nagyon szép. Ofeliának tetszeni fog. Igen, felség? Én megőrülök a maga ősségétől. Azon már festesse be a haját. Milyen színű leó, hogyha felség? Nem mondjuk zöldre. De akkor engem ki fognak nevetni? Ez így is, úgy is megtörténik, nem kockáztat vele semmit. Ezt a levelet viszont. Adja fel, de izibe. De ohat még valamit felső? Nem. Igen, ezt a... az óriás tollat is vigye el. Köszönöm, felső. Elmehet? Gyá! Hát megeleveredett a kép. Hát én ilyet még soha életemre láttam. Na jó, majd később a Harry Potterben mindenki látni fogja, de most én vagyok az első, én, első Flick Jimmy, mitóhajt királyi anyám. Tesson meg, uram, de nem tudtam idejönni másképp. Na mondjuk más kép nincs is a szobában. De nyugodjon meg, rajtam kívül senki nem ismeri ezt a titkos járat. Hát ez esetben kegyeskedjék elhagyni a kereteit, felséges király anya. Mit tehetek önért, anya király? Hát először is muszáj megnéznem magával, mert maga olyan egyszerű, de kedves és okos fiatal embernek látszik. Nos, hallgasson ide, fiam! Fiam, azt mondta nekem, hogy fiam, királyi anyám, ez nagyon jól esik, még ha tudom, hogy nem is én vagyok a fia, hanem csak helyette pótolom magamat, mert egy csavargónak is lehet ám a mája, épp úgy, mint a jobb embereknek. Igen. Nos, fiam, fiam, Egmont a koronát saját magának akarja. Ezt tudom, mert nem vagyok hülye. Igen. De Egmont nagyon fél. Mitől? Mert ezt nem tudom, bár nem vagyok hülye. Hát, ez egy régi történet. 20 évvel ezelőtt én nem voltam királynő. Wilbur Theodor fregatt kapitány felesége voltam. A piszkos Fredő. Úgy van. És egy szép napon San Antonio főherceg meglátott Tahitiben, és belém szeretett. A régi király? Úgy van. Egyszer csak Egmont, a bátyám, jön azzal a hírrel, hogy Theodor egy hajót alkalmával megbetegedett, és egy szingapúri kórházban ápolják. Hú, az nagyon jó hely. Igen. Nos, hajóra ültetett, hogy hozzá vigyen, de csak a nyílt tengeren derült ki, hogy hazudott. És erőszakkal elhoztak engem ide. A kisfiamat, aki akkor már 1 éves volt. A kis herceg? Igen, igen. Már jóval előre ide hozták, úgyhogy miatta kénytelen voltam itt maradni. Én nem tehettem semmit, a férjemet nem értesíthettem. Vele pedig elhitették, hogy elhagytam. És? Bele kellett nyugodnom, lassan, lassan. Úgyhogy lassan királynő lettem, a fiam pedig trónörökös. És mit tett Wilbur Theodor? Ó, hát a keresett évekig, hosszú évekig. Amikor meg végre rám talált, nem tehetett semmit, mert ugye a fiunk trónörökös lett. Úgyhogy csak elment csendben. Kicsoda? Hát a Theodor, a maga piszkos fredje, igen. De előzőleg írt Egmontnak egy levelet, amelyben megfenyegette, hogy azon a napon, amikor a fiunk király lesz, elmond neki mindent. Ez az ő bosszúja. Ezért fél Egmont, és ezért akarja ezt a törvénymódosítást, mert ha anyai ágon is örökölhető a trón, akkor már nem kell többé tartani a Theodor bosszújától, megöleti a fiamat és saját magát koronáztatja meg. Nem kell többet tartani a bosszútól, érti? Márpedig a bosszú az fontos. Nos, fiam, Egmont addig nem nyugszik, amíg ez a törvénymódosítás nem történik meg. De ha maga aláírja, akkor egész biztos, hogy megöli magát. De ha nem írja, akkor is egész biztos, hogy megöli magát. Fiam, úgy gondolom, az élete veszélyben van. Most, ha nem akarja vállalni, és inkább elmenne, én megértem.
Nos, ezt nagyon jó tudni, királyi anyám. Ám de megpucolni nem szokásom. Köszönöm, fiam! Ez jól esett, még ha tudom is, hogy az anya a másik. És a főherceget is, aki eladta az országot az ellenségnek, nem az! Másikat! Megállni! A királyodat áll előttetek! Milyen király? Én. San Antonio de Vincenzo Y. Galapagos, a boldogság szigetek uralkodója. Én megmondtam. Szemét, rohadt az ember! Az első pillanatban meg kellett volna, hogy jöjjenek! Na, elég a nyálaszkodásból, fenség! Önnek még komoly teendői vannak. Bocsásson meg, hölgyem, hamarosan folytatom. Én is, San Antonio Y. Galapagos, a boldogság szigetek uralkodója. Kelt, mint fentfenség, ezt ugye mindig hozzá kell tenni, mert ez uralkodóknál... Kelt, mint fent, ezen napon, ezen órán átadom boldogságának zálogát. Pepita Ophelia kisasszony, életmagyságban. Mint ahogy megint. Megkaptam a leveledet, szép fiú. Nekem... Ilyen szép... Soha senki se nem írt. Tudtam, hogy a tanítom. Na, gyerünk innen a lányom! Még egy csúnyán csatára csaltam!
Jaj, tegye már túl magát ezen a csekélységen. Elnézést, hol itt a csapda? Ezennel tisztelettel megkérem a lánya kezét. De hiszen maga San Antonio főherceg. Én megmondtam. Annyira örülünk. Most milyen szépen érvel. Bezzeg. Ha cserben nem hagyott volna. Én nem hagytam cserben magát. Éppen ellenkezőleg. Én mindenkinek az igazságot mondtam. Mert úgyse hittek volna nekem. Így biztonságban volt. Ezek szerint maga mégiscsak segített nekem. Azt gondoltad, hogy árt neked. Édesanyám, azt gondoltam, hogy ez az ember hazug és csaló. Nem, fiam, nem. Aki hazug és csaló, az ő, Egmont, a nagybátyád. Igen. Akarod tudni az igazat, fiam? Nekem már úgyis mindegy. Tudod, hogy ki a te igazi apád? A te igazi apád nem más! Íme a bosszú! Sir Egmont, annyira örökös miniszter elnöke, azonnali golyó általi halálra ítéltetett, a trónörökös ellen elkövetett merénylet miatt. Habár a merénylövést ezt mondjuk én szenvedtem el. Nézze, uram, nem értem ezt az egészet. Meg szeretném kérni még egy utolsó szívességre. Arancsoljon velem, fenség! Reményeim szerint ez a hölgy hozzám jön feleség. És szeretném, ha önt is érte voltához. Atyám helyett atyám. Számomra megtiszteltetés, fenség, hogy oltárhoz vezethetem. Teodor, most már igazán elmondhatnád neki az igazat. Most már minek? Ne zavarjuk őket össze! Jó király lesz az én fiam! A mi? Királyi anya? Minket is oltárhoz vezet? Édes fogadalom, fiam! Hallod ezt, Ophelia? Királyi esküvők lesz! Már megint maga? Nincs az a ragya a homlokán. Maga volt? Mondtam, hogy én mindenütt ott vagyok. De azt gondolod, hogy a rossz és a jó, az két különálló dolog? Hát nem az? Nem. A rossz és a jó, az egy. Csak két oldala van. Ki dönti el, hogy ki hol áll? Mindig a pillanat. Maga most a jó oldalon állt. Vigyázzon, még szent lesz magából. Az ki van zárva. Mi a terve? Itt marad? Ez nem az én világom. Az esküvő után eltűnök. Alaszkában nyitok játékbarlangot, vagy Cantonban. Trieste, Rio de Janeiroban. Egyedül, mogorván, magányosan. Mint a kikötő, örök vándorlásra ítélt bolygó Hollandia, és csak kevesen tudják. Az ócska ruha és a szakadt ing alatt olyan szívdobó, ami tudott aggódni, fájni, és szeretni is valamit.